Otthonra talált az egri görög-katolikus közösség. Július elejétől már nem az angol kisasszonyok kápolnájában, hanem egy Bartók téri épületben gyűlnek össze istentiszteletre. Mi otthon éreztük magunkat, de hát nagyon vártunk egy olyan helyre, amely a bizánci ritusnak megfelelően van kialakítva. És két éve, hát lassan ugye két éve, hogy a püspökség megvásárolt ezt az ingatlant, amit első pillanattól kezdve úgy láttunk, hogy alkalmas arra, hogy átalakítva egy kápolna legyen. És így született, hát majd egy évig készült ez a hely, amit most a püspök atya nemrég megáldott. A Bartók téri családi házat 3 millió forintos állami támogatásból, illetve a hívek adományaiból alakították át a szertartások helyszínévé. A kápolna falain látható freskók, Vajdamihely diakónus munkái. Mivel van lehetőségem egy görög mestertől, ikonfestőmestertől tanulni, most már 9 éve, ezért úgy gondoltam, hogy ezzel tudnék segíteni a közösségnek, hogyha itt szolgálva nem csak az oltárnál, hanem megragadva az ecsetet is esetleg még otthonosabbá, vagy még autentikusabbá tudnánk varázsolni ezt a kápolnát azáltal, hogy a rítusunknak megfelelő falképek megjelennek majd a falakon. Az egri görög katolikus kápolnát Istenszülő Szűz Mária születésére szentelték fel, a búcsút pedig szeptember 8-án ünnepli majd a hívő közösség.